Nyakig láb, csupa háj, málészáj. Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A legnagyobbikat nyakig lábnak, a másodikat csupa hájnak, a legkisebbiket málészájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, menjenek már szolgálni, keressék meg a maguk kenyerét. Kiették már őt mindenéből. Elindult a legnagyobbik, nyakig láb. Ment soká, találkozott egy öreg emberrel. Az felfogadta a szolgának egy esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki. Adok neked egy asztalt, amiért jól szolgáltál. Ennek csak azt kell mondanod, teríts asztalkám, és lesz rajta mindenféle. Elfogadod? Azt, aki a hegyet megette volna kenyérrel? El! Nyakig láb alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mellett előveszi az asztalt, s mondja tüstént neki. Teríts asztalkám! Hát lett azon annyi minden, ennivaló, innivaló, hogy nyakig láb szeme szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, de úgy, hogy majd kirepett. Azzal indult hazafelé. Talált útjában egy kocsmát, oda is betért, bement mindjárt egy szobába. Terítetett az asztallal, jól lakott, aztán kért egy pohár bort. De amíg benn volt, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Hűha, az ő kocsmájában olyan volna. Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakig láb is jó mélyen elaludt. A kocsmáros meg csak belopózott, és a csodaasztalt kicserélte egy másikkal, amelyik pontosan olyan volt, mint nyakig lábé. Másnap reggel nyakig láb újra elindult. Addig ment, míg haza nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen asztala van ő neki. Na lássuk, azt mondják, épp jó éhesek vagyunk. Mint mindig. Mondta szegény nyakig láb az asztalnak, hogy teríts asztalkám, de bizaz nem terített. Az egész család meg már várta, hogy jól lakjanak. Hogy nyakig láb így becsapta őket, még üresebbnek érezték a hasukat. Kapták magukat, jól elverték nyakig lábot. Elindult most a második gyerek, csupa háj. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akinél nyakig láb szolgált. Őt is megfogadták egy esztendőre. Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához szívta. Fiam, a szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy szamár, ennek csak azt kell mondani, tüsszents csacsikám, és annyi aranya tüsszent neked, amennyit csak akarsz. Elfogadod? Egy ilyen jószágot? El! Nyakig láb nagyon megörült a szamárnak. El is indult vele hazafelé. Útközben ő is betért a kocsmába. Evett, ívott, amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a szamarat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, odaállította maga elé, és azt mondta neki. Tüsszents, csacsikám. A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkezdett tüsszenteni. Tüsszentett is egy végből olyan sokat, hogy csupa háj már alig fért a sok aranytól. Felszedte az aranyat, és lefeküdt. De a kocsmáros a kulcsukon ezt is megleste. Amikor észrevette, hogy csupa háj már alszik, bement a szobába, és a szamarat elcserélte egy másikkal. Csupa háj vitte haza a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált. De amikor rászólt a szamára, hogy tüsszentsen, az bizony egyetlen aranyat sem tüsszentett a padlóra, hiába várták. Csupa háj se vitte el szárazon, őt is elverték. Szegény apjuk már kétségbe volt esve, hogy egyik gyereke sem tud rajta segíteni. Elindította a legkisebb fiát is, Málészájt. Ez is elvetődött az öreg emberhez, őt is felfogadták egy esztendőre szolgálnak. Mikor letelt a szolgálata, azt mondja neki az öreg. Fiam, jutalom nélkül téged sem eresztelek el. Itt van egy zsák, ebben van egy furkó. Ennek csak azt mond, ki a zsákból furkócskám, és a furkó kiugrik, és azt verhetsz meg vele, akit csak akarsz. Málészája hóna alá vette a furkót, és indult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma, már nagyon éhes és szomjas volt. Bement, evett, ivott, amennyi jól esett. A kocsmáros kérte tőle az árát, de Málészája nem tudott fizetni, mert egy fillérje sem volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi Málészája gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja.
Erre Málészájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot, és azt mondta, ki a zsákból, furkócskám, verd meg a kocsmárost. A furkó csak kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak, és csihi-puhi elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elege lett a verésből, elkezdett jajgatni. Jaj, 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 hagyd abba a verés, barátom, visszaadok mindent, amit a bátyáitól elloptam. Málészáj csak nagyot nézett. Mit lopont el Kend a bátyáimtól? Hát a terincsasztalt, meg az aranytűszentő szamarat. De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost, ez alatt is. Azt mondja Málészáj. Ja, ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, akkor nem bántalak. Vissza-vissza, furkócskám a zsákba. A furkó visszament. A kocsmáros meg behozta az asztalt, meg a szamarat. És odaadta Málészájnak. Málészáj hazament. Otthon elmondta a testvéreinek, hogyan szerezte vissza az asztalt meg a szamarat. Volt már mit enni, meg inni. Volt pénz is, amennyit akartak. A szegény ember családja így aztán boldogan él.